300 év, 300 tábla. Itt vagyunk a Karácsony Sándor utcában. Szőlősi Lászlónak mit jelent ez a mai nap? Hát a sakk ünnepét jelenti itt, és Csepel ünnepét természetesen. Nagyon szeretnénk, hogy visszatérjenek a régi szép idők, remélhetőleg hozzájárulik. Nagyon sok ember jelent meg ezen a versenyen. Nagyon sok gyerek is jött, szerencsére egész városból jöttek. Sőt, Dunaharasztiból, tehát a környező településekről is jöttek sakkozni szerető gyerekek. Polgármester úr, mit szól a mai rendezvényhez? Nagyon örülök, nagyon jó az idő, sikeres a rendezvény, úgy látjuk. Azt gondolom, hogy most hamarosan elkezdődik a villámsak, ez a rapidsak, ahol már profik is játszani fognak. Tehát nagyszerű. Sikerült a 300 táblát elérni, nagyon sokan vettek részt ezen a rendezvényen. Szép idő, jól érezzük magunkat. Szerintem ez egy tökéletes nap sakkhoz. A lényeg az, hogy népszerűsítsük a sakkot a Csepelen, és akár Budapesten, és akár világszinten is. Hát ez az a rendezvény, ez egy tökéletes alkalom. Teljesen véletlenül olvastam valahogy, hogy lesz egy sakkverseny, és annyit tudni kell rólam, hogy olyan 15-20 évvel ezelőtt még másodosztályi versenyző voltam, de most nagyon kedves barátom itt bebizonyított, hogy piszok sokat felejtettem, hogy idáig még egyet sem nyertem. De nagyon örülök, hogy itt vagyunk, süt a nap, szól a zene, jó idő van, megajándékoztak egy sörrel, kedves barátom, a sok feleségemet. Ennyi hiti, hogy ne legyen olyan nagy a fájdalom, de nem fájdalom, öröm ez a játék. Rendkívül jól érezzük magunkat. A sakk, mint sport, az mindkettőnkben nagyon erős, és nagyon jól van megrendezve, és sokan eljöttek, és az idő is szerintem minket támogatott, úgyhogy nagyon jól érezzük magunkat. Skandináv országban voltam tavaly, ahol a parkokban
ki vannak téve a sakktáblák, és aki éppen szeretne, az leülhet sakkozni. Ezt szeretném megvalósítani Csepelen is. Ehhez persze az kell, hogy az emberek a sakktáblát ott hagyják, ahol, ahova kitették, és csak azok vegyék igénybe, akik játszani szeretnének. Remélem, hogy ezt el fogjuk tudni élni Csepelen. Nagyon jó volt, elején némi izgalommal, de végül szép számban megjelentek a csepeliek a rekkenő hőség ellenére. Szerintem nagyon jól érezték magukat, elég sokan maradtak a versenyeken is, tehát most rá meg a szimultán versenyeken is.